Sziasztok! Ma egy egészen különleges minket fog nekem Detti készíteni, mert hogy az idei One of the Year gálára engem kértek fel műsorvezetőnek, a Glamour magazin, és a Detti erre készíti el a próbasminkemet, tehát az a smink, amit majd most látok, pontosan ez lesz majd a színpadon rajtam. Én sem tudom még, mi fog történni, úgyhogy ötletem nincsen, de hát az a lényeg, hogy tehát nyilván ez egy alkalmi smink lesz. Ez egy különleges smink lesz. Igen, és ugye fontos az, hogy színpadon leszel, sok fény fog rád vetülni, illetve messze leszel a közönségtől, tehát egy teljesen más sminket kell készítenünk. Uh-huh. A ruha az egy nagyon szép esti ruha lesz, egy Elysian ruha, fekete hosszú szoknya, egy átlátszó lesz, meglehetősen, és egy testszínű felső, ami ilyen fekete, nagyon szép hímzések lesznek. De tulajdonképpen a színe szinte csak fekete, mert a többi része az testszínű. Úgyhogy egy szín van benne gyakorlatilag. Igen, láttam én is a ruhát, de csak képről. Igen. Amit én kitaláltam neked, az egy élénk rúst fogunk feltenni, és egy ilyen nagyon szép fényes szemhéj festést fogsz kapni. Füstös technikával, de nem egy ilyen sötét füstös szemet, inkább egy ilyen letisztultabb sminket képzeltem el, és a arcodnak a többi része is fényleni fog, nem úgy nyilván, mint hogyha megizzadtál volna, csak ilyen szép fények, ahogy majd ott korogsz a fénybe, így úgy és nagyon-nagyon szép lesz, igen. Úgyhogy most már feltettem neked ezt a strobing krémet, ez a Maybelline-nek a Master Prime, a rózsaszín. De ez nem alapozó még, ez még semmi. Ez nem alapozó, ez csak egy bőr előkészítő krém. Ettől látszik most, hogy ennyire fényes a bőröd, egy kicsit ilyen rózsás színezetet kapott, ami ugye azért is jó, mert élénkít rajtad, tehát ez nagyon jót tesz a bőrnek, hidratál, és pluszban még egy ilyen üde hatást is nyújt. És ezen nem csúszik el az alapozó? Nem csúszik el az alapozó. Alatt egyébként még van egy hidratáló krém, szemedet is hidratáltok, de mivel igénybe lesz véve a bőröd, ezért nagyon fontos, hogy elő legyen készítve, mert kell előre. De ez általában mindenkinek fontos otthon is, aki mondjuk egy olyan sminket készít magának, ami hosszabb ideig rajta lesz, és mondjuk jobban igénybe veszi a bőr. Persze. Oké, akkor most elkészíted az alapot, és aztán utána... Most elkészítem a szemedet, ugye, először. És utána alapozol. És utána alapozunk, igen. És akkor megint rakunk műszempillát. Úgyhogy jó. Nagyon jó lesz. Kezdhetjük is. Elkészült a szemednek az alap, tehát felraktuk a korrektort az a teljes szemhéjra, és utána a krémes szemhéjfestéket a mozgó szemhéjra. Most pedig világos, matt szemfestőkkel a szemöldök alatt és a belső szemzugban folytatom. Ez egy ilyen bőrszínű, kicsit sötétebb, mint a bőr, és ez körülbelül olyan színű lesz, mint a bodynak a bőrszínű része. A külső szemhéjadra pedig a mellette lévő egyel sötétebb színt teszem, ami egy barna, hát egy ilyen fahéjbarna szín. És most behozom ide a belső szemzugba is. Ezt ugye nem szoktuk csinálni, leginkább csak a külső részen satírozunk. A pillatőbe egy fekete szemceruzával kontúrt húzok, és ez egy enyhén csillogó ceruza a Rimmeltől, hosszantartó, úgyhogy biztos, hogy ott marad egész este a helyén. És amiatt satírozom szét, mert sokkal szebb lesz így a színátmenet, és nem lesz egy nagyon határozott vonal. A ceruza vonalra egy új Rimmel palettából egy ilyen bordós fekete árnyalatot teszek. Amiatt nem használok feketét, mert az nagyon bekeményíteni a tekintetedet. Ez a bordó viszont pont úgy fog működni, mint a fekete lenne. Amit pedig most felvittem, azt egy ecsettel elsatírozom, és belesatírozom a smink többi részébe. Ó, de szép! Jó, és látom, hogy csillog a szemceruza.
Az persze csak nekünk izgalmas, mert hogy ez messzire nem látszódik. Jó, de látom és örülök neki. Megcsinálom a másik szemedet is, ugyanígy, ahogy a ballal kezdtük. Soha nem tudom eldönteni, hogy nekem is jó lenne, hogyha előbb csinálnám a szemem, és utána alapoznék. Mert utána összefogtosom az egész sminket, ahogy alapozom, és akkor az sokkal rosszabb. Akkor szerintem csináld a szemet előtt. Mert hogyha az alapozás megcsinálom, akkor maximum utána lemosom. Igen, és akkor tisztább lesz. Tisztább lesz. Igen, de egyébként meg a világon egyre többször, amikor így külföldön is sminkelnek, már azt látom, hogy majdnem minden profi sminkes szemmel kezd, és aztán csinálja az alapot. Régen pedig még 5-6 éve fordítva volt, soha nem volt. Igen. Ez a sminknek a tisztasága miatt van, egyszerűen szerintem sokkal szebb lesz a alapozás is, meg ugye fontos szempont, hogy a szem alatti bőr a legvékonyabb. Tehát, hogyha oda pakolunk egy csomó púdert, úgynevezett púdergátat, akkor megterheljük a szem alatti bőrt. Akkor viszont biztos, hogy bele fog ülni a púder, ráncosodni fog hamar a szemkörnyéki bőr. Elkészült a másik szemet sminkje is, és most a szempilládat a L'Oréal-nak a Lash Paradise spiráljával fogom kifesteni. Azért most festem, mert elő szokott fordulni, hogy lemegy a szem alá, ugye néha ilyen kis pöttyökbe leszóródik, és akkor ezt szeretném kerülni. És műszempillát raksz majd ehhez? Lesz a végén, igen. De jó ez a szempilla spirál. És akkor most jön az alapozás. Igen, és most a L'Oréal-nak a True Match alapozóját használom, amit nagyon szeretek a bőrödön. Igen, azt szoktad a legtöbbször, igen. Amúgy is nagyon szeretem, igen. Amiatt, mert egy nagyon sejmes felületet ad. Ez fényes lesz egyébként? Ez egy csöppet fényes lesz, igen. Matt alapozó, de csak egy ilyen természetes bőrfénnyel van. Uh-huh. Tehát kb. Mikor reggel letörlöd az arcodat, és akkor utána egy ilyen nagyon szép bőrfényed van, és nagyon jól fed, nagyon kényelmes, nem fog elcsúszni, úgyhogy ráadásul azért is szeretem a bőrödön, mert neked vékony a bőröd, tehát nem fog ráülni, nem lesz nem faszós. Lesz, igen, igen. Kész van az alapozásod. Na ez valamitől nekem soha, komolyan annyit gyakorlok, de itt, mint egy rendes kisiskolás, húzogatom a tust órákig, csinál, és egyszerűen az alapozás nem lesz ilyen, mint neked, és nem tudom, hogy miért. Most jön a korrektor a szemed alá, ugye megint megtartjuk azt a fiatalító háromszöget, amiről már szó volt, nézd fel kérlek. Tényleg van egy icipici fénye ennek az alapozónak. Igen. Egy kicsit azért le foglak púderezni, hogy ne gyöngyözzön át esetleg majd a izzadság. Oké, kész az alap. Ez a baj, ez nem megy. Lehet, hogy az a probléma, hogy nem megfelelően nyomod rá az ecsetet, vagy nem megfelelő eszközzel csinálod. Az szokott lenni a probléma, ahogy én látom a nőknél főleg, hogy nagyon csak a felületét simogatják az arcuknak. Tehát ezt rá kell nyomni, nyilván nem úgy, hogy fájjon, de egy ilyen dinamikusabb lendület. Az alapozásnál? Mozgás. Igen. A korrektornál is? Hát ott nyilván finomabban, mivel a szem környékéről beszélünk, de alapozást mondtad ugye, hogy nem lesz ilyen. Tehát fontos az, hogy végigmenjél az arcnak a zónáin, ne felejtsd el, hogy már mit csináltál meg. Igen. És ugye mindenképpen egy ilyen, tényleg egy ilyen lendületes, egy ilyen masszírozó mozdulattal kell csinálni. Jöhet a szemöldök. Először egy ceruzával, a Catrice-nek a Slimmatic szemöldök ceruzájával töltöm ki a hiányos részeket, és ezzel ívelem meg a szemöldöködet.
készen van a ceruzasatír, és most egy szemöldök spirállal átfestem a szálakat, és ezzel mélységet adok az egész szemöldöködnek. Sokkal intenzívebb lesz, és természetesebb lesz az összhatás. Ezt mivel csinálod? Ez a Maybelline-nek a Pro-dráma szemöldök spirálja. És nagyon jó ez az árnyalat, egy semleges barna szín. Nagyon sok fajta barna hajhoz is illik, illetve nálad ugye azért használjuk ezt, mert szereted, ha kicsit erősen a szemöldök a szőke hajathoz. És ennek nagyon jó a keféje, ilyen kis buci. Aha, látom, azért kérdeztem. Ezért biztos, hogy nem fogod összekenni a többi területet a szemöldököt körül. Csak pont akkora, amekkora egy szemöldök vastagsága. Tincses műszempillát fogok feltenni kettő sorban, egyet ebből a... A kettő spiratot. Sorban az mit jelent most az pontosan? Az azt jelenti, hogy teszek egy sor rövidet és egy sor közepeset. De kívülre teszed megint a hosszabbat, vagy a közepeset? Nem, hanem elkezdem a saját szálaidon végig teszem ezt a rövidebb sort, aha. És utána arra még ráépítek egy arra sort. Aha. Ez már mesterkurzus szempillából. Mester. Jó, ez már nem az, amit együtt tanultunk, hanem ez egyel jó, csak hogy... Tudod mi, most kettő fontos dolog van, mert elkészül az egész tökéletesen, majd elmegyek a gyerekére suliba, mert én megadom a módját, nem csak úgy, és aztán utána pedig hazaviszem, és ezt le kell mosnom otthon. Ez mindig úgy történik, ezt elmondom neked, hogy nagyon hosszú ideig próbálom szemügyre venni a tükörben, egészen aprólékosan, múltkor még egy nagyítót is elővettem, hogy lássam, hogy pontosan mi történik, és hogy mit hova raktál, és hol van a színárnyalat, hol van átmenet. És akkor sokáig nézegetem, és nagyon szomorúan lemosom. Kész vagyunk a szempillákkal. Nézd fel, kérlek, most az alsó pillasorod alatt is, ugyanazzal a barnával, amivel a külső szemzokban árnyaltam. De ez a bronzos? Igen, ez a bronzos. Kicsit folytatom. Arcpirként egy nagyon szép babarózsaszín árnyalatot fogok feltenni. Ez a Rimmelnek a két mosz kollekciójából való paletta. Nagyon szépen üdíteni fogja az arcodat, és akkor mindjárt meg is láthatod. És nem is raksz fel bronzosítót most? Nem, még egy finom fényt, egy highlightert fogok tenni ide az arcodra. Viszont nem annyira fényesek, mint amit mondjuk szilveszterkor csináltunk. Egyébként ennek is egy gyönyörű fénye van itt az arccsontodon, és ugye ettől a rózsaszíntől nagyon üde lesz, és felfelé emelkedik az arcod tőle. Kicsit kontúrozok a arccsontodnál, arccsontod alatt és rajta, csak hogy egy kicsit definiáljuk az arcodat, és ebben teszünk ugye a halántékra is. Már arról is kell újra beszélnünk egy picit, mert mindig két ilyen barna folt lesz itt, mint ha bevertem volna, és az sem annyira szép. Valószínűleg amiatt, mert amikor a halánték területére teszed a pirt vagy a bronzosítót, akkor már nem kell újra fölvenned a pirosítóból, mert van annyi az ecseten, hogy az elég. Aha. Ott szépen beszínezi. Akkor ugyanebből a palettából, a felső porból, ami ugye a highlighter, abból pedig az arccsontodra teszünk. És akkor ezt most így az arccsontodnak az élére. Kicsit a szemed alá, a külső részre is behozom, illetve rakok ide a hangot. De ez nem annyira fényes. Ez nem, ez egy ilyen nagyon finom, sejmes fényű puder. Elkészült a pirosítás és a highlighter, úgyhogy jöhet a szád. Most megleplek egy ilyen mély burgundi lila színnel. Sötét lesz? Igen, sötét lesz a szád. Egy ilyen nagyon mély magenta szín, gyönyörű. És ugye ez azért is illik most nekünk, mert az idei év színe az ultraviola.
Jó, igazából tetszik. Örülök. A szemedhez fantasztikus, ugye, mert a zöldes szemedet, kékes zöldes szemedet, ez a lila pink rúzs gyönyörűen kiemeli. Nem annyira, vagy hogy sötét, látom, hogy sötét, de valahogy így mégis ilyen... Még a hordható kategóriája. Még az, ami úgy... Jó, az utcára nem, de hogy ez a színpadon biztos nagyon-nagyon szépen fog mutatni. Szerintem is, remélem. Meg pláne ahhoz, hogy csak fekete, meg testszínű, és akkor mégiscsak... Jó, mert én nem akartam először a lilát, én azt szerettem volna, hogy egy picit pirosabb legyen inkább a szem, mert ezt megszoktam és ismerem, de igazából igazad volt. Örülök, és ez tök jó, csak még soha nem volt ilyen, de te már előre tudtad. Szóval ez lesz a sminkem a Glamour díját adó gáláján, és akkor is ugyanígy meg fogja csinálni nekem Detti, akkor már csodaszép ruhában leszek, valami egészen különleges hajam lesz, szerintem abban is fogsz segíteni nekem, hogy ehhez a sminkhez melyik haj illik, azt majd megbeszéljük. Úgyhogy most már csak jól le kell vezetni a műsort, és szépen át kell adni a díjakat. Sziasztok! Sziasztok!